147 XP-m lett. Az komoly. A hetedik nap. Ma kéne jöjjön. Valami új üzenet nincs. Hank nincs. Máshol sincs. Nem írta ugye, hogy hova fog jönni, vagy ilyesmi. Des, megveszik a katonát. Nem mondhat valami? Green Bay. Ön arrafele? Hol a katona? Itt a katona. Katona. Mi? Sharpness engine. Csak plusz 4 attack damage-e van. De nem áll. Veszünk golyókat. Dögivel. Adjunk még. Jó. Vegyünk valami kaját is. Milyenek is vannak itt? Vegyünk egy hotdogot. Vegyünk egy pizzát. Vegyünk egy sült csirkét. Vegyünk egy sült disznót és egy doritoszt is. Oké, hát felfegyverkeztünk itt azért rendesen. De itt nincs semmi. Garázs, menjünk ki. Menjünk ki és nézzük meg, hogy akkor jött valami helikopáter valahova, vagy mi a? Igen. Vagy esetleg megnyílt valahol valami? Vagy miért adott most nekem ennyi XP-t, valami iszonyatosan nagy horda fog jönni? És át kell vágjam magam, vagy... Mi van, nyusz? Van-e ott is van egy láda? Gázmaszk, az mindig jó. Igen. Metró. Van egy ló. Metróló. Kinyílt volna vajon valami út itt lent? Medicine-t elvesszük. Nem hiszem. Olvassuk csak el még egyszer azt az üzenetet. Igen. An helicopter. I will come with an helicopter the next week. Jó. Ez a hetedik nap, de nem láttam semmi helikoptert sehol. Valamelyik háztetőre szállt volna. Föl kellene menni. Valamelyik épületbe, mondjuk ebbe. Ez mi? Ez is olyan kórház stílusú. Mert itt nem is tudok sehol fölmenni. Ez nem jó. Ki innen? Próbáljuk ki ezt a katonát. Őszintén szóval kicsit erősebbre számítottam. Ezért mégiscsak egy katona, az katona. Úgy látszik, hogy a drusba annyi erő. Semmi. Meg gondoltam, hogy így boom, egyből félbevágom őket. Ha már katona.
Hát úgy néz ki, hogy le kell menjek innen. Ja, ordíts, mit ordítasz? Félsz a sötétben? Nem. De hol vannak a kajáim? Hát én tudtommal vettem mindenféle kaján. És mert még sincs semmi. De ebből lehetek. Hát ez szép. Hoppa! No, 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 no! Csak így jöttök fel, mi? Na jó, hát akkor itt le kell vágjam magam. Ujj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 
Jó, futás ki. Jó. Ó. Ezt a medicint benyomhatjuk. Jó. Futás. Persze, hogy egy kicsi zombi jön. Ennek lettünk volna a tetején? Valamelyiknek fölmentünk a tetejére, és nagyon jó körbe lehetett ott nézni. Azt meg kéne ismételni. Nem jó? Jó. Onnan nem már, hogy ennek se lehet fölmenni a tetejére. Hát onnan mentem én föl a múltkor. Hallottam volna valami pisztont. Kicsi... nézd meg, ez egy kicsi gitáros! Új, a másik a csirkia. Láthatatlan csirkia. Ajtó ott nem nyílt ki. Ez mit hol volt? Úgy láttam, mintha jött volna egy kicsi zombi. Itt hátul is volt valami egy ajtó. Ha jól tudom. Jó. Itt né. De hát ez sem nyílt ki. De jó, befutottunk oda. Nem is vettem őket észre. Milyen van a másik nekücsi? Nézzük! A shotgunnal, basszus! Hú, bakker, ez kemény! Hús! Az ilyen shotgunnal, pókháton. Hogy ereszti? Fel tudsz jönni az magát? Nem te. Azaz! Na, ezt panolt. Pedig az jó volt, shotgun. Tudja, mi azt illeti a helikopter leszálló esetleg a kórház tetején? Lehet kialakítva? Hotel tetején... Hát nem tudom, esetleg ha valami nagy bosszok nem jönnek. Helikopterre ő anyag.
minket egy kicsit gyéríteni. Hoppá. Ó, bakker. Ezt nem szeretem benne, hogy ide rakja, és akkor... Szedem őket elég gyorsan. Igazán igyekszem. Gyere, na! De fogyogatnak gondolom. Ó, kicsi zombik is. Ez az? Ez az, kicsi zombi. Ó, egy fél szívem maradt. Vissza oda. Fel! Oh. Morning day 1. Mi van? És hol maradt a megmentésem? Hát tudtam én, hogy nem lehet ebbe a hangbe bízni. Ez nem volt itt semmi megmentés. Na jó, tudjátok mit? Akkor megszökök. Én! Magam! Kimászok a falon valahol. Kapok egy olyan helyet, ahol ki lehet menni. Mintha már látnék is olyan. Úgyhogy melyek is? Megszökök. Én! Ha tetszik, ha nem. Henk is csak itt járatja a száját. Nem jön semmi Henk. De hol van? Szépen fölmegyünk, és túlfelől kiugrunk, és meg vagyunk menekülve. A henkes mindenit. Hopp. Össze meg fogunk halni, de nem baj. A hetedik napot túléltük végső soron, úgyhogy az már jó. Na ennyi, itt vagyunk fent, kint amúgy nagy látvány nincs, valami útfolytatás van ott, lehet, hogy a pályának majd a többi része lesz arra fele megcsinálva, tehát ez az ilyen elkezdés. De úgy őszintén szólva, nem tudom, hogy miért lenne az jó nekünk, hogyha megmentene és kivinne oda, ahol nincs semmi. Ott mintha... Vagy nem? Hát lehet, hogy nem. Hopp, hopp, hopp. Hó. Hopp. Hopp. A tetőkön amúgy nem látok így különösebben semmit. Helikopterre bárhol le tudott volna szállni szinte. De hát... Mi lehet hinni ennek a Hanknek? Jó, jövök megmentet. Persze. Nézzünk még szét egy kicsit, hogy hol nem voltunk esetlegesen. Ez jobb lett volna, hogyha azt mondja, hogy hé, mász ki is kész. Nem tudok utána jönni.
Még legalább mondtam volna, hogy hát na, oké. Azok mi? Azok mi? De mik vannak ott kint te? Na volna. El fog tűnni, ami azt illeti. De várjuk meg, hogy nagy meghalljunk. Mert nem lesz ilyen instant halál. Te! Hackers! Na jó, hát... Jó. Nézzük meg ott kint, hogy azok mik voltak. Hol volt itt volna? Igen, itt is spanoltak ezek azok. Igen, itt valami kommandok vannak. Ez itt nem tudom, hogy mi akar lenni. Nem látok alatta semmit. Úgyhogy nem tudom, hogy ez miért jó. Command blokkok vannak ott is. Ugyan bizony mi van beleírva. Weather clear. Igen. Itt errefele. Vagy csak az az épület félig bele van építve. Nem is tudtam volna feljönni, mi? Vagy igen? De nem. A másik fele meg itt van. Ez mondjuk érdekes, a lány. Ez pedig itt mi? Elfele van a... Ja! Aha. Tehát itt akkor igazából már kimentem. Mi azt illeti. Aha. Ja, igen. Ez annak a teteje valószínűleg. Jó, rendben. Amúgy a pálya az érdekes volt. Kár, hogy Hank nem mentett meg minket. És nem jött valahol egy helikopter, hogy megmentsen bennünket, de hát... Na, egy apokaliptikus világban vagyunk, szóval semmit sem lehet biztosra venni, ahogy ezt se, hogy megmentsen minket. Amúgy a pálya nagyon jó volt, érdekes fegyverek voltak benne, például a shotgun. Itt van mindenféle redstone. Például a shotgun az nagyon tetszett. És a katonának amúgy nagyobb erőt adtam volna, mert ez így nekem kicsit kicsi volt. Tehát, hogy... nem tudom. Lehet, hogy csak én vagyok így, de én annak nagyobbat adtam volna. Na de köszi, hogy velünk tartottatok, remélem, hogy tetszett a pálya. Ha gondoljátok, látjátok, hogy folytatódik tovább, tehát itt lehet küzdeni véveket különböző helyeken túlélni, meg küzdeni velük, nem számolva ugye, egyéb gondokkal, mint például a toxikus levegő, meg az élet nehezen való visszatöltődése, de aki szereti az ilyenfajta hordás dolgokat, annak ajánlom. Remélem, hogy tetszett, és olyan tartok legközelebb is, amikor valami egyébbel találkozunk. Hát a telefon a kezem, de hívom Henket, és megmondom, hogy hagyd békén. Átvertél. Csak számítottam rád, még megszökhettem volna már az első. Na jó, tartsatok velem akkor legközelebb is. Hello!